valami hangot, valami közénk. Legalábbis, hogy itt vagy, inkább fogad minket a saját házában. De most muszáj volt eljönnie, mert hát be kellett vállaljon, meg szívesen is vállalt egy hétvezér estés előadást. Úgy előzetesen annyit mondanék, hogy nem tud rendesen magyarul, tehát Venezuelában született, azóta se tanult meg rendesen magyarul, de azért jól beszél, meg jól gondolkozik. Emléppen egy ideges ember, tehát könnyen fölidegesíthetik a kérdések, de a végén hagyott időt rá, hogy legyenek kérdések, képeket fog mutogatni, meg hát a saját fikcióit, mint mérnök ember tudják, a mérnökök általában el szoktak ugaszkodni a földtől, a valóságtól. A nyelvészek meg a történészek szoktak minket visszarendezni. Meg a jogászok, meg a bölcsészek. Meg még sorolhatnám. Úgyhogy... Ez egy költői megfogalmazás volt, ugye? Úgyhogy szeretettel köszöntöm Viktort, akinek előadásának címe... Mi is volt a címe? Nem tudom. Fönnül múlhatatlan öntött kövek. Úgyhogy tiéd a szó, Viktor. Hát üdvözlök. Én azt javaslom, hogy a gatyamadzagot, illetve a biztonsági öveket kössük be, mert a Földön többször körül fogunk menni, és rohamos sebességgel fogunk többször körbe menni. Van ez a Samir Osmanović, horvát, azt hiszem, igazából Amerikában dolgozik, meg onnan jött, de ugyanakkor Viszokóba ő felfedezett egy piramis hegyet. Tehát nem piramis, föltétlen, hanem piramis hegyet. Na mindegy, az ő előadásából, ahol körbe megy és elmondja, hogy hány helyen is van piramis, abból én így összesűrítettem 18 perc, körülbelül 20 percnyi anyagot, és utána meg egy kicsit jobban belemélyedve, hogy végül is miből vannak, meg hogy is néznek ki közelről ezek a piramisok. Nagyon tanúságos. Még annyi, hogy itt az elején el fog hangzani, de akkor én fordítom, ahogy ő beszél. Nem? Angolul mondja, mindenki. Persze. Mondta Tálokán szerzőnek is. Szinte minden, amit a múltról és a történelemről mondanak, ős történelemről, az hibás és rossz. Azt mondják, hogy a piramisokat Egyiptomban és Mexikóban építették, téves. Mind a hat kontinensen léteznek piramisok. És akkor azt mondják, hogy ezeket a piramisokat arra használták, hogy a fáraóknak voltak nyugvó helyén. Téves. Erre sincs semmiféle bizonyíték. Azt mondják a mexikói piramisokról, hogy azért építették, mert ott ilyen harci áldozatokat hoztak és csináltak. Megint hibás. Ez kizárólag csak a legutóbbi mostani azték piramisokra igaz. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy egy paradigmaváltást csináljunk. 200 év egyiptológiai után, tehát az egyiptológusok, tehát a tudósok, köszönöm, bevezettél, nem biztos, hogy jól mondom ki, de 200 éve tanulmányozzák, hogy a egyiptológusok, és azt mondják, hogy ez volt az első piramis. Azt mondják, hogy 4700 évvel ezelőtt lett felépítve, ezt tanítják, viszont utóbbi időkben felfedeztek alatta járatokat, és a járatokban csempő cserepek vannak, ezek a cserepek dátumozva lettek, carbon dating, 5700 éves, 5800 éves, ahelyett, mint az, amit mondanak,
az, hogy ez 1200 évvel előtte van, mielőtt fáraók voltak Egyiptomban. Akkor a következő az, hogy mondják, hogy ez volt a következő piramis, ez a nagyon szép, ilyen tört, két szögből összeálló piramis. Sznepedó építette magának. Elrontották volna. Úgyhogy csináltott ott egy másik piramist, egy nagyon szép vörös piramist. Megint csak, tehát ez ilyen 100-110 méter magasabb, tehát horror mennyiségű kövekkel. Amikor az ember bemegy ebbe a vörös piramisba, ugye ez oszománomics, semmi, se hieroglifa, se festmény. Itt vannak ezek a szép nagy terek, gránit falakkal. Semmi festmény nincs rajta, semmi jelmi, nincs, nem voltak benne, egy árva csont nem volt benne. Egyiptológusok azt mondják, hogy hát Sneferu nem volt boldog ezzel, egyikkel se ezzel a kettővel, amit fölépítetett, ezek a óriási nagy különbség, úgyhogy egy harmadikat építetett magának. Szóval az abszolút már nincsen határa. Most megint itt is, ha megnézzük, hogy milyen lelet van, nincsen benne egy árva szobor, egy árva fölirat, ezekben a piramisokban nincsen semmi jel, hogy kinek készültek. Jön a következő, ugye ez a három leghíresebb piramis Egyiptomba. Ezt elvileg 20 év alatt építették fel, és a legnagyobbat. És ez egy apa, fia, meg az unokája, 2400 év körül, évvel ezelőtt. Megint, ha belemegyünk, óriási, nagyon szép terek vannak benne, ez egy ilyen perdejárati közoldalt, 25-30 méter magas, óriási belsővel. Van olyan kő, ami 230 tonna benne. Semmi organikus anyagot nem találtak benne. Tehát nem volt benne csont, vagy múmia, vagy ilyesmi, semmi nem volt benne. Viszont vannak dolgok, amiket tudhatunk róla. Azt tudjuk, hogy tele van asztronómiai, meg geometriai tulajdonságokkal, meg matematikai tulajdonságokkal. A hossza az aljának az 232 méter. Ha két oldalát összeadjuk, a 232 meg 232, az 464. A magassága meg 147 méter. Ha elosztod a 464-et ezzel a 147-tel, akkor pontosan a pi-t kapjuk meg. Tehát azt az értéket, ami egy körnek hányszor fér bele az átmérő a körnek a külsejébe. Csak azért állítom le, mert szóval nekem vannak ilyen dolgok, amik így beütik a fülemet, aztán nem logikus, nem tudom megemészteni. Gyerekkoromban többször hallottam, meg elejtelek ilyet, hogy hát nem ismerték a kört, nem ismerték a kereket az egyiptomiak. Hát ez valami totál abszurdum. Azért, mert a hieroglifán, ezeken a fali ilyen reliefeken, meg a szobrokon, meg nem szerepelnek kerekek. Ezért azt mondom, hogy nem ismerték a kereket, tehát a piramisban el van rejtve mindenféle kód, például ez, hogy a pi az benne van, de ugyanakkor a kereket nem ismerték. Tehát ezek ilyen nagyon olyan butaságnak tűnnek, és hát azok is, egyszerűen nem bírom megérteni, hogy lehet ilyen komoly arccal, mondjuk egy ilyen egyiptológus, ilyet kiejteni a szám. Amikor óriási kövek szépen kidolgozva, és fogalmuk sincs, hogy van, de a kereket nem ismerték. Na jó. Itt a térképen azt mutatja, hogy ugye itt vagyunk Egyiptomban, most itt lejjebb van megint csak Szudánban, jelenlegi Szudánban, ott is van majd 250 piramis,
ugyanakkor a Tenerife szigeteken is fogunk járni több helyen, ahol mindenhol vannak piramisok. Még a hangot kell. Szerintem megy. Aha, az egész kontinensen. Szicíliában, Szardéniában is vannak, és a Mauritius szigeten is vannak piramisok. És az érdekes az, hogy ezek se a... Csak még egyszer, hogy se a történelem könyvekben ezek nem szerepelnek, hogy a Mauritius szigeten vannak piramisok, vagy a Kanári szigeteken, de azt mondja, még az internetesen se találja az embernek. Mint érdekesség azért én bementem, fiam tudja, hogy a Wikipédiát, mert az egy ilyen enciklopédia, ami a hálózaton van, amiben igazából mindenki belenyúlhat, és olyan, mint egy ilyen nagy közismeret, tehát mintha enciklopédia lenne. De oda mindenki beírhat akármit, úgyhogy ha az ember oda beírja, hogy mit tudom én, piramisok, akkor ott nem fogja megtalálni ezeket, amiket most itt fogunk látni, ez például Szicíliában van. Még azt elmondja, hogy ugye több jellemzője van egy piramisnak. Nem tudjuk, hogy ki építette, de be van tájolva. Ez a Kanári-szigeteken van, ott is van 4 vagy 5 ilyen piramis. Jó, nem baj. Sok mindennel le lehet állítani a gépet. Köszönöm. Tehát 3-4 jellemzője van az, amire rá meg lehet állapítani, és meg lehet mondani, és rá lehet fogni, ez egy piramis. Egy a tájolás. Mindegyik úgy van tájolva, hogy a oldala az szinte tökéletesen észak és dél felé néz. Tehát a fala az kelet meg nyugat a falai. Egy. A másik az, hogy általában, hogy hány lépcsőből áll, ez is a 72-es számnak valamilyen osztható vagy szorzó száma szokott lenni a lépcső. Következő jellemzője, hogy a sarokkövei külön ki vannak dolgozva, hogy egymásba tudjanak akadni, hogy ne essen szét. Szamir még azt is elmondja, hogy itt a Kanári-szigeten is, meg a Mauritius-szigeten is, amikor volt és előadást tartott, eljöttek a ottani történészek is, ilyen ős történészek, és akkor mondja, hogy jártatok már a piramisnál? Azt mondja, hát az nem piramis, mert a spanyol tudósok azt mondják, hogy azért az nem piramis, hanem az csak egy halomkő, amit azért raktak oda akik a földet művelik, hogy eltakarítsák annak a követ, és egy halomra rakták a követ. És ő mondja, hogy uraim, egyértelmű, ez nem egy halomkő. Úgyhogy a következő előadására a történészek nem jöttek el, de a tanulóik igen. Tehát így volt az, hogy 360 tanuló a Mauritius is, meg a Kanári-szigeten is eljöttek meghallgatni az előadását. Tehát látni, hogy a falai ugye 3 szög alakulat. Ez a Mauritius. Én szoktam venni ilyen nátszukrot, és arra az van írva, hogy származási hely Mauritius. 4 méter magasak ezek a cukornádak, ezzel van beültetve az egész sziget. És azt mondják a történelmi könyvek, hogy a 16. századig lakatlan volt. Azt mondja, tehát ma már tele van fedve ezek a cukornákkal, 4 méter magas. És ha az ember oda néz, felmászol az egyikre, akkor egyből látni és megjelennek a piramisok. Azt mondja, 7 piramis van. Megint ezek lapos tetejűek, lépcsős. A minden lépcsők akkurátusan méretarányosak, mindegyik ugyanolyan magas, ugyanakkor a mélységes.
ez is úgy van beállítva, hogy a nyári napi egyenlőségnél telibe megvilágítsa. Itt megint meg kell állnom egy pillanatra. Nem muszáj haladnom, különben tényleg napokig lehetne ezt itt nézni, én ezt minden este ezeket nézegetem, hogy milyen felfedezések, meg milyen tárgyi bizonyítékok vannak arról, amit nem találni a történelemkönyvbe. Ez például Kína. Kínában 250 piramis van. A 60-as években egy kínai tudós Japánban elmondta, hogy hát igen, náluk is vannak piramisok, és még hozzá, ha jól emlékszem, 17.000 év, tehát több mint 10.000 évre visszamenőleg állapította meg a piramisokat. Ez a szerencsétlen kínai úriember visszament, elmeséli Oszomanyúics, és bolondok intézetbe rakták, soha többen nem hallottak róla. Itt még azt látjuk a felső, hogy a kínai kormány meg már előtte, a 60-as évek óta betelepítette fákkal, hogy kevésbé legyen földgyűrű. Áshatási engedélyt nem ad királyuk. Oszomanyúics rákérdezett ottan, hogy akkor most ez hogy van, meg mi van. Hát, hogy a őskutatók azt a fülest kapták, hogy majd még 50 év eltelik, és akkor majd elkezdhetik kutatni a piramisokat. Tehát most nem kapnak engedélyt a kutatásra. Van, csak ez megint fénykép volt. Most átugrunk Dél-Amerikába. Bolíviában vagyunk. 10.000 méter, 4.000 méter magasságban, Titikakató mellett. Itt is volt egy piramis, és itt a maradékjait látjuk. Faragott kőből, ezek ilyen vulkánikus kő, meg gránit. És össze-vissza szétszórva találhatjuk. 50 évig tanulmányozta egy német bolíviai tudós ezt a területet, és arra eredménybe jutott, hogy 17.000 évesek ezek a kövek, meg ezek a romok. A szögletes faragást érdemes nézni. Ezek mind lesznek közelebbről. Ez egy másik terület Mexikóban, itt is van három piramis. Ez így be volt nőve, ez még a 1858-as évben. Így nézett ki. Egy belőtt hegynek néz ki. Így nézett ki a 60-as években, miután elkezdték lepucolni, tehát így kezdett alakulni. Három piramis van, a Hold, a Nap, és akkor manapság meg egy turisztikai központ, és így néz ki. Itt is van egy érdekesség, csak egy pillanatra leállítom, nem tudom, hogy mennyi időt adtam magamnak, de itt 8 szobor van, megint csak Mexikóban van, lépcsős piramis, rendesen betájolva, tehát mindegyik ugyanúgy van betájolva. Ennek viszont a tetején, ott bal felső sorokban látni, 6 ilyen oszlop figura van, és ennek az az érdekessége, hogy minden figurának az arca más. Tehát van ázsiai vonzatú, van negroid, vagy néger, van európai, van erősen kínai, tehát mindegyik, és ez Mexikóban van. Tehát nem lehet elkerülni azt a tényt, hogy itt valami ismerettség van, tehát egy globális ismerettség van a Föld körül, a őseink több tízezer évvel ezelőtt tudtak egymástól. És atlaszok. Atlantis. Ez is érdekes. Ez Perúban van, ez agyagból van ez a piramis. Most már csak egy... Aha, itt meg nem adtam magamnak időt. Az előbbi az egy olyan piramis volt, amit a spanyolok, amikor megláttak, ők ló halálába, meg minden áron aranyat akartak összeszedni, úgy, mint ahogy múlt héten
kiraboltak minket, hátsó izén bejöttek, minden zokni szétszórva. Na hát így voltak a spanyolok, amikor jöttek ugye az inkák meg a aztékok, maják területére, hogy mindenáron aranyat kerestek és az ilyen fémeket, drága fémeket. Úgyhogy hát azért megmutattam, hogy előbb itt egy pillanatra, ha sikerül. Tehát ez háromszor ekkora volt, és azt a fáradtságot vették, hogy egy folyót ide irányítsanak, hogy elmossa. Tehát olyan horrorisztikus károkat okoztak egyrészt, másrészt ezt tökéletesen letagadják az egészet, mert hát hogy néz ki az, hogy a spanyolok tönkre tettek egy teljesen békés birodalmat és népséget. Pedig erről van szó. Vagy amit összeloptak. Ennek az az érdekessége, mint ennek a perui piramisnak, hogy ezen a környéken 7000 éve szárazság van. Márpedig 7000 éve szárazság van, és ha egy kicsit is megnézzük, hogy milyen, hogy néz ki, hát nagyon meg az erózió. Az erózió az azt jelenti, hogy esőt kapott, és az eső lemosta. Ezek különben, hogyha beljebb mennek, akkor látszik, hogy ilyen agyag téglákból lettek építve. Tehát, hogyha 7000 éve nem esik eső, és ez egy piramis alakú valami volt, már pedig a téglák látszanak alatta, akkor ezelőtt el lett építve. Tehát ezek a bizonyítékok annak, hogy régebben meg lettek építve. Ez Kambodzsa, tehát megint több-több tízezer kilométert mentünk arra, lépcsős piramis. Én azt hiszem, hogy ez talán is való Ázsiába, ezt nem írtam fel. És akkor ide jutunk, ezt hagyom futni, ez az a bizonyos boszniai hegypiramis. Szamir azért vezette be, hogy mindenhol találni piramisokat, mert miért kéne azon csodálkozni, hogy itt közel hozzánk, Visokóba, Boszniába találtak egy piramis hegyet. Tehát nem kéne, hogy olyan ördöngös legyen, hiszen mindenhol van. Nem annyira szokatlan. És itt kell neki állni bizonygatni, de nagyon érdekes, mert ha oda megyek a Wikipédiára, vagy valahol, ahol Szamirnak valami írása van meg a hegypiramisról, egyből lehet olvasni, hogy hát ez egy hülyeség, az egyiptológus az, hogy nem is lehet ilyen, különben is össze-vissza. Most elég megnézni ezt a műholdról csinált képet, ahol tökéletesen látszik három éle a helynek. És azért is ment végig, mert voltak régebben letakart meg benőtt piramisok, és milyen szépen föl lett tárva. Esetleg itt is lehetne egy ilyen, lehetne egy turisztikai. Még azt is el kell mondanom, hogy amikor beszél erről, és ilyen hivatalos, vagy hogy mondjam, ilyen New York Times, vagy ilyen jellegű újságokban szerepel, akkor azt mondják, hogy bizniszember. Tehát ő ebből pénzt akarhatja. Viszont neki van végzettsége, van neki archeológia, antropológiai végzettsége van, tehát ő ilyen őstörténész. De amikor a piramis hegyről van szó, vele kapcsolatban, akkor azt mondják, hogy bizniszember. Csak azért, hogy lássuk, hogy milyen kis furfangosan vannak a dolgok beállítva. Ennek is be van állítva, tehát itt is a fal tökéletesen éjszakra néz. És ugye ezt a boszniai földmérő, nem tudom milyen hivatalos szervet csinálták. És itt elmondja, hogy hát ez még egy pár tized fokkal még pontosabban éjszakra van tájolva, mint a nagy piramis Egyiptomban. Tehát itt mondja, hogy a latitúd az a magasság, körülbelül 30 fokon, 29,9 fokon van a egyiptomi piramis, ez meg 43,9
fokon van. Tehát 10 fok, egész pontosan 12 fokkal van feljebb. Na most, itt az van, hogy amikor föltárták, egy méter földet le kellett szedni róla, az körülbelül 10 000 év, az a egy méter föld, amit leszedtek. Alatta ilyen szabálytalan köveket látni két rétegben. És a rétegek között egy ilyen agyagos barna réteg van, amiben beszorultak organikus vagy szerves anyagok, amivel így, ugye, így néznek ki a feltárások, és a két kő réteg közötti anyag, ahol lehet szerves anyagot találni, azt elküldte rádiókarbon meghatározásra. Ugye ez lehetőséget adott, az, hogy a két kő réteg között beszorult anyagot, ezeket el tudta küldeni kor meghatározásra. Ez egy lengyel laboratórium Gliwicében. És azt mondták, hogy 10.350 éves plusz-minusz 50 év. Tehát ez a piramishegy, amire azt mondják, hogy nem létezik hivatalosan, a két kő réteg közötti, amiből össze van állítva, annak 10.350 éves. Na most, itt, tehát akkor most már megvan a kemény tudományos adatunk. Több mint 12.000 évvel ezelőtt. Most itt elsüt egy viccet, azt mondja, hogy lehet az, hogy a egyiptomi piramisok azok, mit tudom én, 4.000 évesek, ez meg 12.000 éves. És akkor azt mondja, hát úgy, hogy a bozniaiak, a bozniai nép, az nem várta meg a építési engedélyt. Ahogy ma sem. Ahogy nem is kell, mi az, hogy megvárni. Na most a Földön máshol is mindenhol történnek ilyen hihetetlen és csodálatos felfedezések. Itt például a Japán és Kína között a Csendes óceánban 30 és 100 méter között ilyeneket találnak. Erre ugye simán rá tudják mondani, hogy ezek természetesek. Hát hogy lehet természetesen ilyen halálos és furcsa, én be kell vallanom, nekem nagyon furcsa és nem értem meg, de ha megnézzük az építkezéseket ebből a nagyon régi korszakból, nem mindig egyértelmű, meg nem bírjuk fölfogni, mert valami más indítatással építettek. Nem csak elektromos ráják vannak, hanem lézeres ráják. Igen. Azt mondják, mikor ezt felfedeztük és mutattuk a fényképeket, ezek ember által csináltak, a japán tudósok fölugrottak és felháborodva mondták, hogy ez hülyeség, ezek természetes alakzatok. Ott is nevettek. Azt mondja, és inkább letagadják a létezését. Miért? Mert akkor elkezdenek kérdezni, hogy ki építhette? Kik voltak ezek a népek? Azt mondja, itt ugye felnőtt, mikor volt az utolsó alkalom, hogy 100 métert ugrott a tengerszint? Azt tudni kell, hogy 100 000 évvel ezelőtt jégkorszak, az tartott 11.700 évvel ezelőttig. Akkor kezdett el kiolvadni. Úgyhogy itt felteszi a kérdést, hogy mikor volt utoljára az, hogy egy ilyen nagy mennyiségű víz létrejött, és el tudta ezeket lepni vízzel. És akkor itt mondja, hogy 11.000 évvel ezelőtt. Tehát ezek előtte kellett, hogy épüljenek ezek a piramisok. Azt mondja, képtelenség, ugye, mert ilyenkor csak kőkorszaki ember volt 10 000 évvel ezelőtt. Hát ezek kőből vannak. Azt mondja,
az, hogy Ausztriáig egész Európa el volt lepve jéggel. Tehát a jég meg volt kötve, ezért a tengerszint sokkal alacsonyabban volt. Bosznia, Görögország, Törökország, ott lehetett élni, ott volt terület, viszont Ausztriától fölfele 2 kilométer magas jég volt. Ott volt megkötve a víz. Amikor ez elkezdett tolvadni, akkor óriási mennyiségű vizek szabadultak fel. A csendes óceán 320 métert, az Atlanti óceán az 130 métert emelkedett. 90% az emberiségnek kihalt. Azok, akik megmaradtak esetleg barlangokba vagy valahol megbújva, azoknak újra kellett kezdeni a civilizációt. Újból kellett kezdeniük. Na, ezek voltak azok a neolitikus emberek, akikről beszélünk, akik találjuk a nyílhegyeit. Itt van Göbekli Tepe, ez Törökországban van. 45 ilyen óriás kő van, megalit. Van, ami 75 tonnás. 75 tonnás faragott. Ugye itt jobb oldalt látni, hogy néz ki a faragott. Természetesen ilyen kőkorszaki neandretál ember nem faragott és nem csinálhatott ilyet. Itt találtak csontokat, és azok a csontok, amiket itt találtak ezekben elásva, 11 és 13 ezer év között van. Ez itt van Törökországban közel hozzá. Azt mondja, és hát sajnos most ezzel foglalkozni kell. Tehát ilyen, itt van egy építmény, amit felfedeztünk, ezzel foglalkozni kell. Ez a egyik legnagyobb egyedülálló kifaragott kő, ez Balzacban van, ez is azt hiszem. Ez, ami neki támaszkodik, ez 1200 tonna. Tehát 1200 tonna. Tehát egyrészt kifaragták, ide csak beraktam a filmnek, itt van vége, tehát egyrészt kifaragták ezt a követ, ezt nem vitték a nép, viszont vannak olyan építmények, amit ugye római kori építkezésnek hívnak, de ha megnézzük az alapját, hogy mire lett ráépítve, ekkora kövekre van ráépítve. Ezt nem a rómaiak ásták meg, vették ki, mert mai napig nincs olyan daru, ami ezt képes lenne megmozdítani. Mert 350 tonna maximum, ami jelen pillanatban létezik daru, ami megbír mozdítani valamit. Hiszen nem kell. Mi az, ami nagyobb lenne? Semmit nem gyártunk, ami nagyobb lenne. Challengerhez építették azt a darut. Úgyhogy, és akkor itt van, beraktam, hogy körülbelül mekkora volt a jégtakaró. Én ilyenkor mindig azt nézem, jó, ilyen magyar szülők révén, hogy a Kárpát-medence hol szerepel, és a Kárpát-medence, akármilyen jégkorszaki képet nézünk, az pont itt van alatta. Tehát nincsen befagyva, hasonló, mint mondjuk Törökország, vagy Szaúd-Arábia, ezek a területek. Melegvíz is volt. Jó. Akkor most, tehát elvileg ez volt 20 perc, mert rohanunk. Most ne csatolja ki senki az övét, mert továbbra is rohanunk többször a föld körül. Tehát Peruba, most egy kicsit úgy közelebbről nézzük, hogy jó, láttuk, hogy vannak piramisok a föld körül, most már elfogadtuk. Akinek van pénze, az körben utazhatja, aztán megnézhet, hogy a Mauritius szigeten a cukornád felett valóban valaki megépítette azokat a piramisokat, és nem a 16. században a spanyolokkal. Na most itt vagyunk Peruba, meg egész Dél-Amerikában, Peru, Bolívia, ezeknek a
területeken magasan, ilyen 3000 méter magasságban, ilyen nagyon sajátos és óriás kövekből. Ez mondjuk nem óriás kő, ebben az az érdekes, hogy szépen be van illesztve, és egy tűhegyet se lehet berakni. Nincs kötőanyag. Ez például a húsvéti szigeteken van. Ez is úgy össze lett illesztve, és nem csak az első éle, hanem az egész teljes mélységébe. Erre nekünk jelen pillanatban nincs ilyen kőkorszaki megoldásunk. Nem, hogy egy tetrix, Csak gépekkel tudnánk ilyet csinálni. Ez megint Cusco, tehát egyszerűen kellemes ránézni, annyira szépen passzolnak ezek a íves kövek. Ezt azért raktam ide be, ez is Peruban van, mert ez elég híres, mert hogy ennek 12 oldala van. Ez a 12 oldalas kő. Ez ennél jóval nagyobb, tehát akkora, mint ez a fal itten akkora, és úgy illeszkednek, hogy egy tűhögyet se lehet berakni. Olyan könnyedén csinálták a kőfaragást, hogy több helyen ilyen állatokat lehet megállapítani. Ez például egy kígyó, de még raktak rá szemet is, tehát ez nem külön van ráfestve, hanem ez így kidudorodik a kőből. Meg megint csak egy kígyó alak van ott a szájnak. Ez például egy ilyen izémancsnak, ilyen puma mancs. Itt még van egy érdekesség, amit a mérnök urak megfigyelhetnek, hogy itt jelei vannak a megmunkálásnak. Hasonló jeleket lehet látni a Egyiptomban is, meg Baalbeknél. Na most itt aztán minden mérnök eldobja az agyát. Tehát ilyen nincs a világon. Egy dolog, hogy tehát jó, valamilyen ellalakba kifaragják, de nem csak az, hanem mivel ez egy sarokban van, átjön erre az oldalra, és így passzol. Tehát össze van kötve a sarok. Egy olyan faragott kővel, ahova a következő kő úgy passzol rá teljes szélességébe, hogy egy tűhegy nem fér be. Ez például Abidos, ez is ott van Egyiptom környékén. Itt több érdekesség is van. Itt már messziről látni azt, hogy teljesen sík falak. Egyiptológusok azt mondják, hogy ugye bronzolt összesen, meg andezit, mit tudom én, egy ilyen kemény kő, és azzal faragták. Hát a büdös életben nem tud az ember egy egyenes lapos felületet faragni azzal, hogy velem egy másik kővel. Mutasd meg a hornyot alul. Igen, hát az is az illesztési orron. Én láttam, és az ég. De én láttam ilyet a Peruiba is, csak nem találtam meg, nem tudtam ide lakni, hogy megmutassam az azonosságokat, de fogjuk látni, milyen azonosságok vannak. Ez például Japánban van. Jó? Itt is tökéletesen összeillesztett köveket látok. Ez Japánban van. Jó? Megint a világ másik oldalán. És lehet azért látni, hogy hát azért ez se kis piskóta, ezek a sarki sarokkövek, amik itt ezek vannak. Ezek ramak téglák, nem? Hát az ilyen általában ilyen vulkánikus kő, de lehet akár gránit. Na most az érdekes az, hogy a görögöknél is megtalálni. Oda van, aki vakációra megy, úgyhogy föltétlenül meg kell nézni, vagy föl lehet figyelni már ez a program után, előadás után, hogy ugyanolyan összeillesztések vannak, ez már egy kicsit durvább, de azért itt is megrizikóznám, hogy azért egy késhegyet nehéz lesz berakni oda. Tehát ez Görögországban van itt közel hozzánk. Ez az Egyiptom, megint ezek a nem csak ajtó van itt most már, hanem, és akkor ezt a kis ficakot még ide, így ide belerakták. Itt ott tiszta őrűség. A kő az törik. Hát ezt, hogyha ottan próbálják bemenni, meg fákkal tökölnek rá, akkor lemosolódik, leveri a sarkát. Különben csak úgy érdekességképpen elhoztam két darab gránitot. Jó, én szeretek faragni, tehát vannak ilyen gyémántvágó korongom, és egészen, mint a vaj, de lehet vágni gyémántkoronggal. Különben meg az ember összetolhatja magát, mert ez vas, nem bronz, tehát ez körülbelül 5 évig lehetne így leszel, és akkor kihegyezi a csavar, de a gránit nem fog attól eltűnni. Tehát
Nincs mód arra, hogy bronz eszközökkel, vagy ilyen kőkorszaki módszerekkel ilyen építkezést csinálja. Úgyhogy ha jön egy egyiptológus, és véletlenül valami ilyesmit mond, nem tudom ki van itt. Egyetértem. De mondd el, hogy itt is, csak oda kell adni neki a követ, meg a vasdarabot. Csináljon valamit, egy lapos felületet csináljon, csak egy picurkát. Egy fél. Képtelen ezt a munkást itt is gyakorolták a főutcai építésnél, azt azért mondd el, hogy tanul gyakorolták. Ja. Hány darab... A legendát, amikor vésték. Ja. Hát ugye tényleg az nagyon nehéz. Hát ekkora gyémánt koronggal szerintem két hétig volt az Júli ott a vízei, ilyen millimétereket ment és nyomta, hogy a legendákba bevakarott gránittal van kirakva kínő gránittal, amit szépen leraktak, utána meg hát a legendát valamelyik zseni kitalálta, hogy így keresztbe kell menni a kanyarba, és akkor ott fűrészelték heteken keresztül egy ilyen nagy gyémánt koronggal. Ez megint érdekes, ez Törökországban van. Sokkal több minden szép nagy szobor is van, ilyen, egy ilyen kapu van, amivel oroszlán van kifaragva, de itt engem a kő érdekelt, hogy megint nagyon emlékeztek rá, és megint ez a globális civilizáció, meg globális tudást látjuk. Ez Egyiptomban van. Egyiptomban a piramis alatt, a piramis az valamilyen alapra van téve, és az alap az bazalt. Tehát itt, amit Pesten voltak a macskaköves utak, na ilyen bazalt, de olyan több 10 tonnás darab bazaltokkal van kirakva a piramisnak a területe. Egy-egy ilyen bazaltnál látni ilyen vágási nyomokat. Jó? Tehát ezeket nem ma vágták. Ez tökéletesen vágási nyom, itt így ment be ez a kés és jött le, az a általunk csak gyémánt korongot ismerünk. Itt meg innen jött be, és ment végig a korong. Itt meg bement, beszeletelt egyet, és valószínűleg kitörték ezt a két darabot, ami közötte volt. Az a véleményem, hogy öntött kövek, és ez zsarlók maradék. Zsarlóknak a maradéka. Legyen. Csak mondom, hogy gondolom kérdés. Hát, bizony is be. Ez, eddig még nem az öntést, tehát hogy mondjam, ha meglennénk bízva, hogy oké, itt vannak ezek a kövek, itt van ez a fal, ez a piramis, csinálj nekem egy ugyanilyen. Hát akkor az ember elkezd gondolkozni, hogy milyen megoldások vannak. Ha egy kőből kéne kifaragni, akkor csakis, valami CNC megmunkálót kell csinálni, ami gyémánttal kivágja és darúval odalakja, de kell darút csinálni előtte, mert nincs ekkora darú. A másik meg az, hogy akkor igen, egy hasonló valamilyen keveréket csinálok, és helybe beöntöm, mert akkor a előtte öntött darab, és ez tökéletesen fog passzolni. Tehát nem kell ottan napokig köszönülgetned meg. Itt az a baj, hogy nem megyünk semmiféle vitába bele, csak megmondom, hogy mi az, amit itt látunk. Itt azt látjuk, tehát én egy ilyen felületet egyből létre tudok hozni. Én meg tudom csinálni, gyémánt koronggal ide bemegyek, végighúzom, ezt a darabot kitöröm, itt a éle látszik, pont így néz ki, sajnos nem olyat hoztam, amiben belevágtam, de pont így néz ki, amikor én dolgozok a gránittal. Jó? Gyémánt koronggal. Most itt megint megmunkálási nyom van, ez viszont Peruban van! De az előbb Egyiptomban voltunk, most a föld másik oldalára mentünk, csak azért, hogy lássuk, hogy most nem volt senki, meg Kolumbusz fedezte fel Amerikát. Nekem ezt tanították, hogy Kolumbusz felfedezte Amerikát. Meg jaj, hát lehet, hogy nem fedezte fel, hanem igazából Indiába akart menni, csak hát közben ott volt ez a lakatlan, ismeretlen terület. Se nem lakatlan, se nem ismeretlen, hanem valamilyen eszközzel már vágták a köveket. Ez a valóság. Jó, tehát itt azt látjuk, hogy egy korong ide belemélyedett, itt ezt kivágta, és ez a része ki lett repesztve. Tehát ez tökéletesen látszik ezen. Na most, vannak ezek a kérdések, hogy de sokkal miért ilyen szabálytalan? Ez teljesen szabálytalan. Azt mondják, hogy azért szabálytalan, ugye, mert fogtak egy követ, aztán most nem álltak neki újra faragni az egészet, hanem körülbelül amilyen alakja volt, azt bepróbálták illeszteni. Ez igaz is lenne, ha nem Egyiptomban találtak volna ilyen sikátor falat,
ahol ha arra jöttek rá, azt vették észre, hogy szimmetrikus a minta. Tehát nem tökéletesen ugyanaz, de szimmetrikus. Ez a falnak a két oldala. De nem csak ez, volt egy másik is, másik fal is volt. Itt is szimmetrikus a minta. Tehát mintha a mintának lenne valami szerepe. Tehát nem adhok, és nem azon, hogy akármit, amit kapok, fölkapok, odarakom. Nem. Itt ügyeltek arra is, hogy legyen egy ilyen szimmetria. Ez egy közeli kép Egyiptomba a kövekről. Jó, kérem szépen, az, amit körbeadtam a gránit, látszik a szemcse mérete. Jó, hát a szemcse méreténél finomabb a felület, ami illeszkedik. Tehát az úgy illeszkedik, mint amit ott láttok, amilyen simán le van köszörülve. Azt látni. És nem csak egy, hanem ugye a másik is. Ez Peruban van, itt ilyen éves, azok ilyen, inkább ilyen egyenesek voltak, itt meg ilyen éves. Különben itt van földrengés is néha, tehát valamennyi kis elmozdulás meg tud történni, de hát itt is látni, hogy tökéletesen illeszkednek. Másik érdekes dolog, sok kövön, de nem mindegyiken, lehet látni ilyen kitüdemkedő bibircsókot. Esetleg ott fogták meg. Esetleg ott fogták, de nem mindegyik kövön van. Tehát... Sokan fogták. Na most a Titikakató mellett találtak egy tálat, és csak beszúrtam, mint érdekesség, mert itt, amit meg kell, hogy értsünk, vagy hogy mondjam, amire utalnak ezek a dolgok, hogy globális civilizációról van az özönvíz előtt. Mi a bizonyíték? Például itt van ez a úriember földműves. Arra jött egy ilyen régész, és látja, hogy a kecskéi ebből isznak, ebből a tálból. Na mindegy, addig alkudozott vele, míg egy házat adtak neki érte. Ami gondolom, hogy még mindig csak egy töredéke annak. És egy olyan leletre bukkant, ami lehetetlen. Tehát ez egy lehetetlen lelet. Miért lehetetlen? Mert két dolog van ezen a tálon, két írás van, az egyik az egy ilyen ékírásos, sumér felirat, a másik meg ilyen, hát közelebb áll a, nem tudom, hieroglifa. A jelírás. Úgyhogy amikor ezt meglátják a akármilyen régész, azt mondja, hogy ez nem lehet, ilyen nincs. Hát pedig van. De könnyebb letagadni, mint hogy elkezdeni vakarózni, hogy hát akkor lehet, hogy mégsem ebben a történelem, ahogy mi mantrázzuk és mindenkinek tanítjuk. Tehát ez bizonyos embereknek egy ilyen tudathasadást okoz, és inkább nem foglalkozik. A másik meg, hát sajnos azt kell mondanom, hogy tudatosan hazudnak. Tudatosan téved. Igen, tudatosan téved. Ezt úgy mondta Siklós Sikiban, szándékosan téved. Ezt akartam mondani, de nem jött ki a számon, köszönöm. Az a tárbocsánat, hol van a két írás? Azért raktam be, a bal oldali tudod, az ilyen kis háromszöge. De hol a tálon? A tálon hol van? A belső felén. És mindegyik a belső felén. Itt látod. Ez, és akkor itt a másik. Szemben volt, ahogy ez is a tálnak egy része. Szóval ez egy lehetetlen lelet, jó? Tehát ezzel nem foglalkoznak, el is tüntetik, különben nem lehet meglátni. Ez csak a kutatók bizonyos engedélye, az lehetetlen, és nézhetik meg. Vagy lehetik véletlen. Nem, hát nem. Szóval azért van egy réteg, az a réteg, aki a dolgokat tőlünk szereti eltüntetni. Az a helyzet, hogyha nem vagyunk, hogy mondjam, hogyha nem látunk tisztán, ha mindenféle hamis adatok vannak, akkor nem lehet értelmesen érvelni, és nem lehet. Tehát nagyon könnyű legyőzni azt, aki nincsen tisztában a dolgokat. Márpedig, ha a leleteket eltüntetik és nincsenek ott mindenkinek a látására, az ember az nem tud érvelni, meg nem tudja megvédeni az álláspontját. Itt például azt látjuk, Pumapunku, ez egy nagyon érdekes terület, mert itt az látszik, hogy valami gyönyörű, szépen faragott, nagy épület lehetett, amit
egy ilyen ős robbanás, egy sok évezreden keresztül esőzés, meg sárlavina eldöntött és eltemetett. Igen? És annyira az az érdekes, hogy milyen kövek vannak itt ugye ezen a... Hanem mi van rajta? Igen, tehát itt van egy tök egyenes alapzat. Akkor ez megint pumapunk ugyanúgy, itt egy-egy ilyen darabkából, ami így kilóg, hát lélegzetelállító. Lélegzetelállító. Ez a bőtű? Ez iszi, hát ez lemerték, ez egy ilyen védett fénykép. Nem tudtam jó képet csinálni, mert nem akarom nagyon húzni a előadást, de számtalan helyen van tökéletesen érthetetlen dolog, ez mintha egy ilyen, félig egy ilyen barlang lenne, és itt egy lépcsős alakzat van befelé. Tehát ha az ember megy az internetre és beírja, hogy megalig, ott számtalan ilyen érthetetlen dolgot talál ezen a területen. Ez például, hát ez mint egy gépnek a alkatrésze, vagy manapság, hogyha csinálnánk egy ilyen vízlefolyót, ugye, ahol ilyen vízesés van, vagy valami, vagy esetleg egy bejárati kő, hogyha kettő van, de ez is olyan egyenesen és olyan szépen meg van munkálva, hogy ezt aztán lehet ütni bazalttal, meg rézzel, amennyit csak akarsz. Itt megint a lényeg, ugye egyrészt könnyedén tudtak ilyen mélyítést csinálni, én nem tudok ilyet csinálni a gyémánt koronggal, mert a korongnak egy átmérője van, tehát ezt képtelen vagyok megcsinálni, ezt viszont önteni lehetne. Jó, ezt lehetne önteni, viszont azért megtanulmányoznám, hogy van-e kúposság, ami kiengedi, mert ha nincs kúposság, ami kiengedi, akkor viszont nem lehet önteni. De hogy nem, ki lehet égni. És akkor erre is fölhívnám itt a figyelmet, erre a két kis vékony kis csíkra. Itt különben furatok vannak benne, az nem látszik jól, de ilyen 2 mm, 3 mm-es furatok vannak benne. Tehát ezt senki nem tagadja, hogy tehát ezek ősi leletek, hogy valaki odajött, aztán gyorsan hasított két csíkot rajta, meg belefúrt valami. Ilyet senki nem mond, nem állítanak, de azt nem mondják, hogy akkor hogy meg, hogy történhetett ez. Hát ott nincs fa. Ez például egy közeli kép, egy furatról. Ennek az az érdekessége, csak hogy tovább fokozzam itt a izgalmakat, hogy amikor megnézik ennek a furatnak a menetemelkedését, akkor mit tudom én, 3-4 nagyobb, mint amit mi tudunk fúrni. Tehát vannak ezek a több fogas gyémánt cső fúrók, de az morzsolja, és minden körben, mit tudom én, 2-3-4 tizedet tud lemenni. Itt meg millimétereket lent. Itt ilyen, majdnem, hogy ilyen csiga alakú a furat, mert olyan nagy volt a menetemelkedés. Tehát nagyon-nagyon jól tudtak és könnyedén tudtak fúrni. Na most lehet, de megnézheted ezt is, ez egy feltárt, eltört darab, amiben volt egy lyuk fúrva. Itt egyértelműen látszik ugye a végében, hogy ez egy csőfúró, tehát cső alakú fúró volt, és ez a belső, például ugye a csőben ugye benne marad a gránit meg a kör alakú. Rengeteg ilyet találtak Egyiptomban, rengeteg. Van egy kutató, aki ezeket mind összeszedte és elvitte szuvenírnak maga. Sőről átétnek. Hát, nem tudom, hát ilyen... Hát, mint Tóthi, mint egy sport. De csak, ja, na most ez is gránit. Tehát nem nézkő, nem szappankő, gránit. Az, amit körbeadtam. Itt megint ezek a besülyeztet minták. Ezt kéne kiadni egy doktorandus hallgatóknak. De képtelenség, hát egyszerűen észbontó, hogy a belső él, mint hogyha késsel csináltam volna sajtba. És lapos a felület. De ez láva, tehát ez ilyen vulkánikus kő, kemény kő. Vagy öntötték, nem tudom. Hát lehet, hogy fölforrustottak valamit. Ha ilyet én csinálnom, én nem tudom megmunkálni. Feri, lehet, de én biztos. Én tudom. Ez is nagyon érdekes, mert ez egy alap, és mintha az ember bajba benyomott volna valami forró anyagot. Tehát így nem lehet fújni a kockát, nem lehet fújni. Tehát ezek ilyen lehetetlen alakzatok. Most ebből is találtak egy csomót, ilyen hálakút
előre gyártott idomok. Van, amik egy kicsit mások, és akkor itt van az elképzelés, hogy hogy állhatott össze, és hogy nézhetett ki. Figyelj, de az a fogadmosú mit jelent, mert az előbb Peru volt, most meg Bolívia. Igazából Bolívia, rosszul voltam. Ez volt a panellakás rengeteg őse? Az még semmi, de a gyengébbek kedvéért megmutatják, hogy ezek, igen, hogy ennek a végében voltak ilyen T-alakú kulcsok, hogy ugye egybe tartsa a követ, és azt így ilyen kis rongyos szakadt ruhába ott a tüzet. És akkor így öntötték a, hát csak a bronzt ismerték, úgyhogy azzal öntögették a bronzt. Hát tudod mi volt? Tudod mikor? Azt nem mutatja, hogy hogy állítottál elő a követ, de képtelenség. Na most az érdekesség kedvéért, ugye az egyik Bolíviában voltunk, Dél-Amerikában ezekkel az összefogó filmizékkel, most meg Egyiptomban ugyanezeket megtaláljuk. Tehát a technológia megint hasonló. Kövek úgy illesztve, hogy nincs semmi közötte. Kettő, ilyen kulcsalakok vannak kifaragva, amiben vélhetően fém volt, illetve találtak olyat, amiben fém volt. Gondolom, hogy a több tíz évezred alatt milyen jó az, amikor találnak egy darab fémet, azt nem kell kifinomítani, nem kell, csak be kell olvasztani, és lehet egyből csinálni belőle már tört kardot vagy szöget. Tehát azért ezekben szinte soha nem találni, de egyértelmű, hogy ott kellett, hogy legyen valami, ami nem olyan törékeny, mint a kő. Ez Egyiptomban van. Ez például Aszuánban, megint Egyiptomban, ez egy fal. De mi az érdekessége? Hogy tele van ilyen összefogó bilincs lukakkal, de egy fal. Tehát ebben a büdös életben nem öntesz bele semmit, de nem csak az, hanem van olyan, hogy csak fél kulcsluk van rajta. Tehát egyértelmű, hogy ez egy szétszedett falból jön. Ezt úgy építették újra, hogy most megyünk, megcsodáljuk, az egyiptomiak milyen ügyesek voltak, tényleg hogy faradtak 2000 évvel ezelőtt. Nagy francot, ez már létezett előtte, és valamit, amit szétbontottak, abból építették fel. Egyértelmű. És akkor megyünk tovább, mert az nem lehet, hogy Vietnámban is ilyen köveket találtak. Tehát Vietnámban is meg lehet találni ezeket az alakokat, amik összefogják a köveket. Tehát megint csak elkerülhetetlen, hogy ezek valahogy tudtak egymásról. Tehát az ősidőben több tízezer évvel ezelőtt globális civilizáció lehet. Itt van még egy dolog ebbe a vietnámi kőbe. Ezt a kis lépcsős megmunkálást, ezt elő tudom állítani egész könnyen fába. Mert megy a szallagfűrész, és akkor kicsit visszahúzom, és akkor a szallagfűrész pont ilyen mintát fog nekem hagyni. Kőben, nem tudom. Volt nekik gyémánt végig szallagfűrész, nem tudom, de azzal ilyen alakzatot végre létre tudunk hozni. Izével egy másik gránittal, vagy dolomit, vagy mit tudom én milyen kővel, a büdös életben nem lehet ilyet előállítani. Ez csak ugye együttolomosoknak mondom, ha van itt valaki. Még egy érdekesség, ami összefogja az egész földünket, ez viszont tényleg Peruban van, ez a Tihuanaco, ez Peruban van, és több ilyen egy darab kőből épített vagy faragott kapu. Na most, mi az érdekes? Az az érdekes, hogy ilyen hülyék. Olyan hülyék, hogy nem igaz. Sokkal egyszerűbb két darabot megcsinálni, és a tetejére rárakok egy ilyet, mint egy ilyen gránit, és akkor közötte kivenni, és akkor remélni, hogy nem törik el. Hát el is tört. Persze ki tudja, hogy mikor, de el is tört. Viszont milyen érdekes. Tehát Perzsában ugyanilyen építkezést csináltak. Ugyanilyen hülyék voltak, hogy egy darab kőből, ez ott van? Igen. Ah, van egerem. Tehát ezt egy darab kőből van ez kifaragva. Tehát ugyanazt a technikát használták, nem csak Dél-Amerikában, hanem itt Iránban. De ebből megint csak sok van, de nyilvánvalóan nem mindegyiket raktam. Costa Ricában több ezer ilyen gránit golyó. Már a világörökség részén. Gránit golyók.
Jó, tehát nem megint nem zsírkő, vajkő, hanem gránit. Ugyanaz a kemény cucc, amit hát ez, én azt hiszem, hogy nem tudom. Van egy dinoszaurusz tojások. És hát nem kis darabok. Tehát amikor nem tudom ki látta az Indiana Jones filmet, az elsőt, amikor éppen rohan el, és valami rohadt nagy kő golyó jön utána, az se eredeti ötlet volt. Ez is már a 20-as években, 1800-ban már föltárták, hogy léteznek ezek a gránit golyók. Hogy meglátták a szulak? Igen. És hát nem csak ott vannak ilyen golyók. Ez például ott van, ahol a piramishegy van, Boszniában. Erre nem mernék esküdni, hogy most természetes. Attól függ, hogy hányat találtak. Ha ebből van 100 darab vagy 50 darab, akkor azt mondom, hogy még lehet, hogy faragták. Különben egy, talán még a természetnek is kinek egy volt. Ézé volt, ebben lőttek törökkorból. Húsvéti szigeteken mindig csak a fejeket látjuk. Mindig csak a fejeket látjuk a húsvéti szigeten. És kiderül, hogy ezek is ilyen 20-30, 50, 100 tonnás kövek, amiket eljöttattak a sziget minden részére. Itt csak beraktam a térképet, hogy hol vannak a húsvéti szigetek, itt a Csendes óceánban. Chile meg Peru területéről messze. Húsvéti szigetekkel sok misztikum van, mert ugye úgy tűnik, hogy egy pillanat alatt eltűnt az ott élő lakosság. De ugye ha tudjuk, hogy van ilyen, hogy jégkorszak, meg kiolvadás, meg viharok, meg meteorit, hát akkor egy pillanat alatt eltűnt se törni. Úgyhogy nem kell ezen csodálkozni. De különben itt van egy ember alatta, csak hogy a méretet lehessen látni. Ez a karja, egyik karja, másik karja. Ez is egy kérdés. Ki vannak a parton téve azok a kis... Igen, igen. Azoknak a talapzat ugyanilyen technikával van is szeretett. Aha. Ugyanezzel a... Kiesnek teljesen. Ami földrengés biztos. Úgyhogy, hát és akkor ez megint egy vizé, tehát itt most a méretekről próbálok, ugye 1200 tonna. Ez Baalbek. De ugye Kína mindenkit mindig lepipál, pláne mostanság. Ez Kína. A szemét Kína, de mindjárt megmutatom, hogy ez mi, mert ez egy bánya, megvan, hogy melyik. Dinasztia, és akkor szobrot akart magának, aztán mondják az archeológusok, hogy rájöttek, hogy nem fogják tudni elmozdítani. De azért elég késő jött. Tehát totál zseni. Ez ugyanaz a tömb lentről. Jó? Tehát ez ugyanaz a tömb, ez itt teljesen ki van bontva. És azért van fény ott, mert az ez a rés, amit itt látunk. Jó? Tehát ez teljesen ki van bontva, ez, itt támaszkodik ezen a ponton, és akkor vannak benne ilyen kis alakok itt bent. És különben teljesen át van törve. Tehát észbontó, hogy erre magyarázatot adni. És különben ez egy másik kép arról, ugye itt látjuk ez, amit most néztünk, és van egy ugyanilyen tömb, erre megint csak okosan rámondták, hogy hát igen, ez lett volna a feje, de hát ez is tudom nehéz. Szóval, ezek a méretek, aztán ahogy ezt próbáltam összeállítani, erre is ráakadtam, ez Dél-Arábiában van, Szaúd-Arábiában van, ez egy-egy ilyen borzalmas nagy akármilyen kő, és a érdekes az, hogy kívül nagyon szép, nagyon díszes, de belül is van egy terem, csak az nincsen itt kidíszítve. Ez megint ilyen borzalmas nagy sziklában. Itt mondjuk az volt érdekes, hogy azért itt is eltelt jócskán idő, mert idáig úgy szépen megmaradt, de innentől, tehát látszik, hogy ez előtte megvolt, de itt már az idő vasfoga valamiért dolgozott rajta. Vagy víz volt, vagy a pára lecsapódik és megfagy, és csak ott lent bontja le. Nem tudom, de ez is utal arra, hogy ez is több tízezer éves. De a felső része, mint a mérnöki hosszágra. Ennek az az érdekessége így van, hogy nagyon annyira
pontos, hogy ezt pont tudják, hogy hogy lett kiparadva. Különben itt ez ugyanez, csak Indiában. Tehát ezek a 10 000 évvel ezelőtt élt lakosok, vagy civilizáció, vagy kultúra, ez könnyedén bontotta a köveket. Könnyedén. Hát itt van, hát ez itt a hegy. Ebből a hegyoldalból válták ki, itt egy kő nincs a másikra rárakva. Egy kő nincs rárakva a másikra. Hogy csinálták ezt meg, nem tudom, hogy valaki is vállalkozna rá, de... Volt nekik sugárfegyverük. És én csak egy kis részét mutattam, ez egy egész komplexum, és mindenki van itt bontva. És belül rendes használat. Ez egy másik, megint csak inkább van egy másik terület, itt is szépen meg van csinálva alul. Hát könnyedén, hát most nekik ez nem jelentett meg cuccot, hogy most ezt felejtsd. És akkor még egy érdekesség így a vége felé, ez a Panapei sziget, ez ott valahol Japán, meg Indonézia körül van. Ez egy sziget komplexum, ami bazalt rudakból van összerakott. De a víz alatt is, hát ez a kék, inkább fekete a bazalt. Ezek természetesen keletkeznek ilyen rudak, de ilyen borzasztó nagyok, és így össze lett rakva. Gerendaváros, csak éppen, hogy 2-3 tonna egy ilyen kis rudacska. Egy egész sziget. Biztos csöndet sportoltak. És akkor megyünk Japánba, mindenki be van még csatolva, mert leesünk a székről. Tehát ez Japánban van, ugyanilyen furcsa és érthetetlen faragványokat látunk. Ez nincs átfúrva, hanem ebben igazából víz áll mindig, mert ugye így fölfele áll, és az esővíz megáll benne. Négyszög fura. Ez a hátoldalán itt látni megmunkálási nyomokat. Miért is érdekes ez a megmunkálási nyom? Ugye, hogy hosszant is, mintha be lenne furva, aztán keresztbe, és talán úgy lebontva. Ez azért érdekes, mert elmegyünk a víz alá, ugyanúgy Japánba, és a víz alatt ugyanezeket a megmunkálási nyomokat látjuk a kövön, egy víz alatti építményen. Ez egy robbanás volt, amire kidobta a szintet is darabban. Lehet, nem tudom, de hogy... Úgyhogy ugye ezt már a filmben is láttuk, ez Perúban van, ott is kifaragták a köveket, úgy néz ki, könnyedén, meg ilyen lépcsőket faragdostak rá, itt is, de ez volt a hobbiuk. De... Igen. Itt csak egy, hát vannak érdekes dolgok, hogy az ilyen jelentős és ahol a legnagyobb köveket találják, mint hogyha ennek a vonal mentén ez a húsvéti szigetek, ugye ez a Nazca, meg amiket itt néztünk, ezek a Peru meg Bolíviai környékén a kövek, Egyiptom itt van, és hát majdnem itt lenne a vége, csak egy utolsó csattanót meg érdekességet még akkor elmondok. Ez a vörös piramis. Ugye már az elején láttuk, hogy a Khufu, üzi, egyiptomi, nem tudom, fáraó csináltatta magának, de nem tetszett neki. Na mindegy, lényeg az, hogy ez a Rainer Stahlmann régész megtalálta és összerakta a darabjait ennek a valaminek, ami össze volt törött, és rájött, hogy ez a csúcsa. Ez volt a csúcsa a piramisnak. Na most, és akkor most jön a további érdekesség. A könyvében meg lehet nézni, ennek a csúcsnak a magassága az 1.00 méter. Tehát 1 méter magas. Pontosan. Jó? Három számjegyen túl pontosan 1 méter magas. Tehát a franciáknál a 1800-as években csinálták és alakították ki a métert. Ja. Hát úgy tűnik, hogy volt már valami múltja ennek. Csak nem adják tudomásunkra. A piramis és, csak hogy az érdekesség kedvéért, ez, aki ezt a programot össze 2005-ben fényképezte ezt le, visszament 5 évvel később, és átalakították a csúcsot.
Azt mondták, nem, ez nem is úgy volt, hanem ennek ilyen bevájatai voltak, azt nem fényképeztem le. Lényeg az, hogy ha ma oda megy az ember, nem ezt látja. Tehát valami kényszert éreztek, hogy ezt le kell módosítani, mert az nem lehet, hogy pont egy méter, és oda megy a legkisebb hülye is, és látja, hogy egy méter. És akkor ez ugye, amiről beszéltünk előbb, az érdekesség az, hogy ez a nagy piramis, a legnagyobb piramis, Cheops, ha könyökbe mérjük, akkor 441 oldala és 280 teteje, ugye ez méterben ott van, amit elmondtunk, és hogyha a két oldalát összeadjuk és elosszuk a magasságával, akkor az egész pontosan pi. Mégis érdekes ez? Mert úgy tűnik, hogy a Földnek a dimenziói mérete bele van építve, bele van rejtve a piramisba. A piramis úgy néz ki, hogy pont egy negyvede a Föld méretének. Ha itt azt látjuk, hogy ha ezt a kerületet, ezt a 232 métert összeadjuk, és csinálunk egy kört, ami ugyanakkora kerületű, akkor annak a körnek a rádiusza adja ki a magasságát a piramisnak. Ezért van benne pi, tehát ezért van elrejtve benne. És akkor csak úgy érdekességképp, hogy ugye véletlen, hát nem, hát most nem is így, még a kereket sem ismerték az egyik kereket. A kereket sem ismerték, hát egy könyök, amikor visszamérik a méreteiből a piramisnak, a könyök, amit azt mondják, hogy hivatalosan használtak, az négy számi egy pontossággal egy hatoda a pi-nek. Tehát azt jelenti, hogy ha az ember vesz egy egy méter átmérőjű kört, annak a kerületének az egy hatoda az pont egy könyök. Tehát a könyök hatszor fér bele. Így van az, hogy a könyök és a méter kapcsolatban van egymással, és a piramis mérete is, négy számjegyű pontossággal. Különben ezt a számot is gyorsan megnéztem a Wikipédián. És azt mondja, hogy hát a könyök az ilyen vitatott, hogy pontosan mekkora is, de 0,235-től 0,529-ig bármi is lehet. Jó, ez mindegy, akik ezt tanulmányozták, több piramist lemérve, erre a méretre jutottak. Hát, és itt van még a füssel méret, ki lehet csatolni az öveket. Köszönöm. Köszönöm. Valami hangot, valami képet, napfénye csetje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősít, valami égít, valami hősít, valami régít.